Shalom, üdvözlök mindenkit, aki csatlakozik a tanulásunkhoz. Rabbi Nachman Meshivat Nefes művét vesszük, és Baruch Hashem az örökkévaló segítségével befejeztük az első részt az én angol nyelvű kiadásomban, ami az első 44 tanítást foglalja magában. Folytatjuk a második résszel, ami az én kiadásomban két részre van szintén bontva. Van egy nagyon rövid első 8 tanításból álló rész, és utána végül is a fő gerince az egész tanításnak a 134 paragrafusból áll. Úgyhogy akkor csapjunk is bele az elejébe, hogy legalább majd ezt az első 8-at vegyük még át a következő előadások folyamán. Úgyhogy Meshivat Nefes, második rész, első paragrafus. Van olyan idő, amikor az ember már elég közel került a szentség kapuihoz, azonban visszavonulott fúj köszönhetően a Jécer Harának, a gonosz rossz ösztönnek és az evil one, evil inclination és evil one, mint hogyha két dologot választanak külön, a jécerhalánkat, a rossz ösztönünket és magát ennek az erőnek a vezetőjét, tán a gonosz egyet, akinek az ereje ilyen nagyon erős és túláradó erővel rendelkezik, Chassa Shalom, az Isten mentse meg minket tőlük, és ők nem engedik az erejükkel, hogy mi bemenjünk ezen a szentség kapuján, és ezért az ember ezen keresztül, hogy ezzel az erővel találja szemben magát, elveszti a szívét teljesen, és meghátrál. Természetesen ez hasznosan, nehogy ránk legyen mondva. Ugyanis ez az útja az evil one-nak, a gonosz egynek, és a Jécer Harának, a gonosz rossz ösztönnek, hogy amikor az embert látja, hogy közel került már a szentség kapuihoz, és már éppen beszeretne rajta lépni, akkor abban a pillanatban emelkednek föl nagy erővel, és akadályoznak meg minket, Chassa Shalom. Ezért ebben az időben, amikor az Jécer Haráknak az eleje nagyon megnövekszik ellenünk, akkor kell az embernek nagyon határozottnak lennie, és fölvenni ellenük a harcot, megfogni, erősen ragaszkodni és kötődni ahhoz a szentségi helyhez, ahol éppen elérkeztünk, és nem szabad, hogy figyelm az elménk odafigyeljen ezekre az elbukásokra, leereszkedésekre és zavartságokba, amin keresztül megyünk, ebben az időben köszönhetően a rossz erőinek. És csak is az ember nagy örömben és erővel erősítse meg magát, hogy képes legyen túljárni a rossz ösztönök eszein, és képes legyen az ember valóban az Isten szolgálatát teljesíteni. És ha az ember ezen az úton halad, napokon és éveken keresztül, akkor bizonyosan be fog lépni biztonságban a szentségbe, a szentség kapuiba bele tud lenni az örökkévaló segítségével. Ugyanis Hashemnek a kegyelme és a kegyelete az határtalan, és nagyban vágyakozik az örökkévaló a mi szolgálatunkra. És most tudjuk meg, hogy minden mozdulatunk és minden elválasztásunk, ami elválaszt minket a fizikai világtól, és közelebb hoz az Isten szolgálathoz, vagy a fizikai világot is az Isten szolgálatába állítjuk, azok az összes ilyen mozdulat a hosszú időkön keresztül, amiket tettünk, ezek összegyűlnek és egyesülnek, és segítségünkre lesznek a szükség idején, amikor az ember átéli ezeket a kemény időket, amikor krízisben vagyunk, és a Jécer Harának az erői megerősödnek ellenünk, Chassa Shalom. És most Rabbi Nachman hoz egy példázatot, és most tudd meg, hogy létezik egy fa, amin levelek nőnek. És minden levél 100 évig nő rajta ezen a fán. És akkor összegezve, ezen a 100 év alatt, amin a fa megéli ezt a 100 évet, akkor az a fa azon megy keresztül, amin keresztül megy. Azonban a végén, a 100 évnek a végén, olyan nagy hangot hallat, mint egy ágyú. És úgy fejezi be, hogy ennek a példázatnak az értelmét, azt próbáljuk meg megérteni egyszerűen önmagában úgy, ahogy van. Ez az első pont, Likutei Moharán, második fejezet, 48-as
tórája, az alapja, a Mesivát Nefes második rész első pontjának. Baruch Hashem, haladunk tovább. Második pont. Második pont így folytatja. Az embernek meg kell erősítenie magát az örökkévaló szolgálatát tekintve annyira, amennyire csak lehetséges, még hogyha ez akkor attól is függ, hogy milyen nagy kegyelme van a Jóistennek ő iránta. És a Kadosh Baruchunak a kegyelete, a kegyelmessége az határok nélkül van, határtalan, ezért az embernek természetesen még az ő szolgálat, saját szolgálata is tőle függ. Ugyanis bizonyosan, hogy a Hashem nem fogja őt elhagyni, még akkor sem, hogyha az ember megszegte azt, amit megszegett. Ugyanis a múlt az semmi. És a fő pont, a fő lényeg, az ez a pillanat, ez a pont, hogy mostantól kezdve ne folytassuk, amit eddig bűnösen folytattunk, úgy cselekedtünk. Vagyis legalább az ember üljön, és tartózkodjon meg a gonosznak a gondolataitól, gonosznak a cselekedeteitől, hogy elkövesse. Ez a gondolata babiloni Talmud, Gemoro, Éruvin traktátus, 100 Daf a oldalán található. Ugyanis az ilyen embernek a gondolatai úgy bár tekinthetők, mintha cselekedetek lennének, ugyanis a cselekvés világában is létezik gondolkozás, és az embernek ebben a gondolkozásában kell lennie sitting and refraining, abban az állapotban, abban az aspektusban, hogy ülni és tartózkodni, nyilván a rossz cselekedetektől, cselekedésben és gondolkozásban egyaránt, ahogy fönt magyaráztunk, és ami az emberrel történik, az igazából az eseményeknek a folyamán történik vele, és nem kell az embernek erre külön oda koncentrálnia, vagy egyáltalán odafigyelnie, hogyha az dolog történik vele. És tud, hogy ez is az embernek szükséges, hogy keresztül menjen ezeken az elszenvedési időkön, ugyanis ez a kulcs maga a teljes visszatéréshez, a complete repentancehez, vagyis a csuvás lémához. Vagyis, hogy az embernek keresztül kell esnie, keresztül kell mennie ugyanazokon a helyeken, szituációkon, időkön, mint korábban, azonban, hogyha ugyanazt az időt és lehetőséget kapja az ember, és abban az időben az ember visszatartja magát, és alárendeli a saját jécerháráját a jécertovnak, és a jó győzedelmeskedik az aktuális pillanatnyi rossz, negatív jécerhárá gondolata is ösztöne fölött, és képes megtartózkodni attól, hogy ezt a gonosz dolgot, amit korábban ugyanebben a szituációban megcselekedett, azt most megcselekedje, akár cselekvésben, akár gondolatban, az már ez az elsődleges első lépése a csuváslémának a teljes megtérés felé. Ez a kettes pont a Likutei Moharán második rész 49-es tórája alapján írodott. Baruch Hashem, folytatjuk a harmadik ponttal. Ami egyébként a Likutei Moharán második fejezet 48-as tórájának a folytatása, ami az első pont volt. Ahogy ezt már korábban elmagyaráztuk fönt, az a téma, hogy az ember fölemelkedik és lesüllyed számtalanszól, azon az embernek keresztül kell menni ezeken a felemelkedéseken és visszaeséseken, és ezen keresztül érdemli ki az ember, hogy teljesen beléphessen az Isten szolgálatba. És tudjuk meg, hogy ezeken az emelkedéseken és visszaeséseken az összes nagy szadik is szintén keresztül ment. Azonban a fő pont, hogy az ember nagyon erős maradjon, és ragaszkodjon az útjához, és fogja meg két kézzel erősen, és az Isten szolgálatra gondoljon állandóan, és az ember ne figyeljen oda semmire a világon, ami elrettenteni őt, és azokra a dolgokra is, ami távol tartaná őt az Isten szolgálattól.
Még hogyha az embernek el kell szenvednie ezeket a lesüllyedéseket és lereszkedéseket spirituálisan a világban, házasalom, akkor is az embernek meg kell erősítenie magát az Isten szolgálatban, az összes olyan módon, amit az ember képes megtenni. És a fő lényeg, a fő dolog, hogy az ember soha ne essen kétségbe, én Jehus Beolám Klál, házasalom, hanem az ember kezdjen minden időben, minden alkalommal újonnan, egy újult erővel, olyan módon, mintha még sosem kezdte volna el az Isten szolgálatot, még sosem lépett volna be az Isten szolgálatnak a kapuján, és gondolja azt, hogy ma és most kezdődik ebben a pillanatban az Isten szolgálata, ebben az időben, ebben a pillanatban, minden alkalommal, és előfordulhat olyan is, hogy egy embernek ezt egy napon belül többször meg kell gondolnia, és többször esetleg újba, újult erővel kell folytatni az Isten szolgálatát. Baruch Hashem, elkezdünk a harmadik pont végéhez. Shalom, üdvözlök mindenkit Rabbi Nachman Meshivat Nefesh mű tanulásá folytatásában. Második fejezet, 4. ponthoz jutottunk. Amikor az ember látja, hogy amikor ő imádkozik, könyörög, és nagy koncentrációval az örökkévaló felé fordul, és senki sem figyel rá, és senki sem hallja meg őt, azt gondolná, hanem pont az ellentétét tapasztalja és érzi, úgy tűnik számára, hogy ő inkább el van tolva az Isten szolgálattól, mindenfajta akadályokkal, és pozitív válasz elmaradásával, mint hogyha az ő szolgálatát egyáltalán nem akarná senki, és ezen keresztül az ember, házasalom, elveszíti a reményét az örökkévalóban, és az saját Isten szolgálatának a fontosságában hiányt szenved a továbbiakban, ez ne legyen ránk mondva, ekkor az embernek kell elszégyelnie magát, ashamed, és kell nagyon szégyen érzetet tanúsítania, ugyanis az ember az örökkévaló egy karakterében kétséget támadt. Mely karakterben? Az, hogy az örökkévalónak valójában az ő compassionate and merciful, hogy az ő kegyelme és az ő kegyeletessége az bizonyosan azt várja, hogy az ember közel kerüljön hozzá. Úgyhogy biztos csak a mi hibánkból létezhet az, hogy mi ellene, ennek ellentétét látjuk, tapasztaljuk, vagy gondoljuk. Ez a mi hibánkból van. Ezért az embernek szükséges megerősíteni magában ezt a gondolatot, hogy az örökkévaló bizonyosan az ő szolgálatát várja, úgyhogy ezen keresztül visszatérnie, és megerősítenie magát, és újult erővel folytatni az Isten szolgálatot minden nap, minden időben. 5. pont, megyünk tovább, aminek viszont az alapja már a Szichot Harán 10. fejezete. 5. pont. Minden ember a saját szintjéhez mérten. Minél jobban akar az ember az Isten szolgálatba belemenni, annál jobban emelkedik vele együtt a saját jétszerhárája, rossz, gonosz ösztöne, és kihívások elé teszi az embert. Hasonlóan, mint amikor két ember birkozik egymással. Tehát a fizikai világban is van ennek egy megfelelője. Amikor az ember látja, hogy a másik összeszedi magát, és erővel jön ellene, akkor az ember megpróbálja az összes erejét összeszedni, és újult erővel az ellenféle ellen menni. És ez az, ami történik néha napján, hogy az evil van, az gonosz erő, negatív erő kivívja az embert, és az ember ellenme jön, és ez azért van, mert a gonosz látja, hogy az emberben micsoda jó dolog kezdődött el, és micsoda pozitív dolog emelkedik mostantól fölfel az emberben. Tehát ő ezt látja, és ő is megújult erővel, a visszatartó erővel jön ellenünk. Ezért az embernek nagyon tudnia kell ezt az egész helyzetet hova tennie, és különböző stratégiákban, legalább az itt elhangzottak alapján, háborút indítani a Jétszerhára ellen is, a Ivulban ellen. Ez a Kohelet 2.18-ban is megtalálható ez a gondolat. És hogy legyőzze a gonoszt,
ahhoz minden pillanatban elhatározás, erős elhatározása kell lenni az embernek, és képes lesz akkor szembeszállni vele. Folytatjuk tovább, 6-os pont, aminek az alapja Szichot Harán, 48-as fejezete. Sometimes, néha napján előfordul, hogy úgy tűnhet az embernek, hogy ő nagyon messze van attól, hogy kiérdemelje az Olam Habát, az eljövendő világban lévő részesedését. Ugyanis az ember úgy érzi, hogy milyen nagyon távol van az örökkévalótól. Azonban ennek ellenére kell, hogy erős legyen, és bátor, és mindenfélét megtennie, hogy megoldja azt, hogy ő közelebb kerüljön az örökkévalóhoz, és egy erős vágyakozása legyen ezen gondolat felé, és hogy tegye meg mindent, amit ő tud az Isten szolgálatban, nagy örömmel, és legyen neki akarata szolgálni a Kadosh Baruch Hut minden időben, az életének minden napján, még azon gondolat nélkül, hogy ő ezt mind azért csinálja, hogy legyen jutalma az Olam Habában, az eljövendő világban. És hogyha úgy tűnik az embernek, hogy esetleg a pokolra kerülne, haszve shalom természetesen, az nem számít, hogy ő mit lát, hanem az embernek kell akkor is a saját részét megtennie mindig, hogy az örökkévalóhoz közel kerüljön, mert majd ő eldönt, hogy hova kerül az ember, és folytatni a saját Isten szolgálatát, és megtenni mindent, amit ő tud, és minél több micvét meg kell próbálni megragadni, és micvéket cselekedni, és tórát tanulni, és imádkozni, és jó cselekedeteket végbevinni, és majd és az eredményét tekintve mindent rábízni az örökkévalóra, mert majd azt ő tudja, hogy ő mit cselekszik. Micsodát? Ami az ő szemében helyén való, és az ő szemében jó. Baruch Hashem, befejezzük a 6-os pontot, folytatjuk a 7-es pontnál, aminek az alapja a tanulásnak Szichot Harán 120-as leckéje. Még hogyha az ember nem érdemli ki a Jóisten szolgálatát, ennek ellenére mégis egészen addig, amíg az ember vágyakozik és epedezik a Kadosh Baruch Hu iránt, akkor bizonyosan képes lesz már a saját vágyakozásán keresztül megerősödnie és felbátorítania önmagát nagyon nagy mértékben, és már ez a bátorítás önmagában beteljesíti a 31. Zsoltár 20-as pószúkját, és annak egy aspektusa, vagyis erősítsd meg magad, és légy bátor szívedben, mindenki, akinek van reménye a Kadosh Baruch Hu-ban. És az embernek soha nem szabad elbátorítania lennie ezen a világon, ugyanis nem létezik olyan mértékű nagy gonosz, mint maga a leereszkedés. Vagyis a lesüllyedésnél rosszabb nem is létezik a világon. Haszve shalom, ne legyen ránk mondva. Ezért az embernek kell megerősítenie a barátját, mindenkinek feladata a társát megerősítenie, nehogy elbátortalanodjon bármitől a világban. És annak ellenére, hogy az ember tudja önmagáról, hogy olyan, amilyen, akkor is kell megerősíteni az ő barátját, ugyanis sokkal könnyebb, nem sokkal, de könnyebb megerősítenie az embernek a másik embert, mint saját magát, ugyanis, ahogy a Talmud Gemore Brachos 5b-ben áll, a bebörtönzött nem tudja, nem képes saját magát kiszabadítania. Shalom, üdvözlök mindenkit! A 7. pontnál a Mesivat Nefesh tanulása közben egy kis technikai szünet lépett föl, sajnálom. Úgyhogy még ezt fejezzük be gyorsan, a 7-es és a 8-as pontot a második rész elejéből, Mesivat Nefesh műből, Rabbi Nachman művéből. Amikor az ember kiérdemli, hogy nem bátorítja el a barátját, hanem ennek ellenére, habár tisztában van vele, hogy ő saját maga távol van a tökéletes Isten szolgálattól, a saját maga szolgálata nem a legmagasabb szinten van, ennek ellenére fogja magát és megerősíti a barátját,
és fölbátorítja, és minden dolgot megtesz, hogy az ő lelkét olyan szavakkal csillapítsa le, ami számára kényelmes, és jó, és helyén való, és visszavezeti az Isten szolgálatra, akkor ezek után az ember kiérdemli, hogy saját maga is visszatérhessen az Isten szolgálathoz. Ennek a gondolatnak a további része a Szichot Harán 120-as leckében található, és a Szichot Harán 123-as leckéjének az utolsó két mondatnyi gondolata az a Mesivát Nefes második rész 8-as pontjában foglalódik össze, ami úgy hangzik, hogy ami egy nagyon erős dolog, és ezt nekünk meg kell ragadni, hogy azok az emberek, akik már közel kerültek az örökkévalóhoz, azért oly módon, hogy beléptek az Isten szolgálatba, vagyis szolgálják az örökkévalót, azonban időről időre utána visszabuknak, és nem sikerül nekik az a szolgálat, mint korábban, akkor azt tudni kell, hogy az az időleges közelség, amit a szolgálatukon keresztül az örökkévaló közelségbe töltöttek, az a Hashem szemében nagyon kedves, nagyon drága, és ez nem függ attól, hogy utána a dolgok rosszabbá fordultak, Hászesalom. Hanem tudni kell, hogy az örökkévaló szemében, amikor mi közel vagyunk hozzá, bármikor is, bárki a világban, az nagyon kedves és nagyon drága. És ez egy nagyon fontos az ő szemében. Baruch Hashem, befejeztük a Mesivat Nefes második részének az első 8 leckéjét. Baruch Hashem, pont.